Szevasztok, üdv itt a csatornán, ez itt a Like a Vlog, üdvözlünk mindenkit, tartsatok velünk ebben a videóban is, ugyanis nem máshova megyünk ma, mint a világ egyetlen magánkézben lévő Maybach gyűjteményét fogjuk megnézni, ami múzeumként is üzemel, ez egy magán múzeum, az ő saját privát autóit állította ki itt a múzeumban, egyedülálló a világon, ez az egyetlen múzeum az egész világon, ahol csak kimondottan a Maybach márka gyűjtemény található meg. Nézzük meg! Itt vagyunk Neumarktban, megérkeztünk a múzeum elé, itt a bejárat mögöttem, mindjárt be is fogunk menni. Mint ahogy mondtam, ez a világ egyetlen magánkézben lévő Maybach gyűjteménye és múzeuma, és egyedülálló a világon, ami csak a Maybach automárkára összpontosít, és ez magánkézben lévő, azért érdekes, nem tudom mi vár benn, nem tudom ki, hogy van vele, ki szereti a múzeumokat, ki nem. Én nagyon szerettem, szerintem a múzeumban benn van a történelem, meg lehet nézni, körbe lehet járni, meg lehet szagolni akár. Szerintem a múzeumok izgalmasak, ha kíváncsiak vagytok rá, tartsatok velük, menjünk be! ban kezdték el renoválni ezt az épületet, és 2009-ben lettek kész vele. Akkor jöttek be az autók, és ez 2009-ben nyílt. Eszméletlen, a luxus, nagyon szép. Itt vagyunk az épület bal szárnyában, ez itt az Express Werke, az egy cég, akik biciklivel kezdték, még az 1800-as évek végén, és elkezdték a bicikliket motorral felszerelni, már benzinmotort is készítettek. 1899 és 1900-ban már csináltak háromkerekű motoros járművet. Na, biztos sokan közületek is láttatok már ilyen biciklit videón vagy régi képeken. Ez a Hawkrad az a neve. Ilyeneket is gyártottak, ezzel kezdte a cég. Akkor vannak háromkerekű triciklik. Itt még nem került rá a motor. 1884 és 1897 között gyártották ezeket a bicikliket. Itt van az eredeti céges pecsét.
Na nézzük az első kocsit. Ez egy Maybach DSH 1934. Ez egy 130 lóerős, 5200 köbcentis 6 cilinderes motor van benne. Az első tulajdonosa Grocery Koch & Mann Wuppertalból. Ez akkoriban egy irdó drága felső kategóriás autónak számított. Na, ez a különlegesség itt mellettem. Ez azért is különleges, mert nagyon régi. Meg 1945-ben szétbombázták az egész várost, és ezt az autót is. Utána 2007-ben takarító munka közben találták meg ezt az autót, az lett ide kiállítva, ez teljesen eredeti, így találták meg. Szerintem eszméletlen. A Maybach tanulói láthatók a képen 1940-ből. 1918-ban, az első világháború után az egész céget teljesen újraindították, és fölvettek 3000 új munkást. Ezekkel a motorokkal indult a cég. Ez például itt teljesen gyári. Nem lett hozzányúlva, nem lett felújítva. Na ez itt a Maybach V3-as. Láthatjátok, hogy ennek a felépítménye még eredeti fa. Ez pedig itt a V3-as hűtőmaszkja. Hűtővel. Örülség itt mellettem, ez egy 1926-os Maybach V5-ös. Valami eszméletlenül jól néz ki. Ebben egy 6 cilinderes, 6995 köbcentis motor van, ami 120 lóerős volt már. 150 kilométerrel tudok menni. Körülbelül 22 litert evett 100-on, ami szerintem abszolút nem sok. Ehhez a hatalmas géphez ez valami eszméletlenül nagy. Eredeti első tulajdonosa ismeretlen. Bal oldalon kék farmerban a tulajdonos látható. Ez itt az 1937-es Maybach Zeppelin Cabrio, egyszerűen brutálisan gyönyörű. Ebben egy 12 hengeres 7922 köbcentis 200 lóerős motor volt, ami 150-nel, akár 170-nel is tudott már menni akkor. 28 liter volt körülbelül az átlagfogyasztása. Én még mindig azt mondom, hogy ez egyáltalán nem sok, mert ha valaki élőben látja ezt a gépet, brutálisan nagy. Ebből az autóból mindössze 28 darab van az egész világon. Az első tulajdonosa ennek sem ismert. Na, és hogy miért van ennyi Zeppelin itt a Maybach Múzeumban? Hát azért, mert a Zeppelinhez a Maybach adta a motort annó. A pár érdekesség, hogy milyen világsztárok járnak Maybachkel, köztük Muhammad Ali, ott van a híres kiütős képe is. Pavarotti is nagyon szerette a Maybachet. Na, Lotti, van egy kérdésem. Itt látható ez a gyönyörű Maybach 62S. Tippeld meg az árát, légy szíves, az új árát. Az új árát? Igen. Hát, mondjuk legyen 200 000 euró. Amíg tegyél rá egy kicsit. 350 000. Még ez dupláz meg, tripláz meg. Egy millió.
1.500.000 euró ez az autó itt így felszereltséggel. Na, a mellettem lévő autó az egy Maybach 62S Landaulé, egy szépen mondjuk. Ez egy 2007-es, 6000 köbcentis, 12 hengeres motor, amiben 612 lóerő van embere, kb. 250-nel tud menni. Ennek a karosszériáját egyezekben a Daimler Mercedes készítette. Az új ára pedig már mondtuk 1.500.000 euró, így ezen a felszereltséggel. Ez egyszerűen brutál luxus, ez brutális. A mögöttem látható autó, ez 1938-as Maybach SV38, és ez azért különleges, azért van rajta rendszámos, mert ezzel retro autó kiállításokra, felvonulásokra szoktak járni, és ő el is hozta már a kupát, nem is egyszer. A mögöttem látható autó, 1939-es Maybach, 800 darabot csináltak a világon, még 112 van összvisz, felelhető az egész világon. Ez az autó egy 1938-as SV38-as Maybach, viszont ez egy híres filmszínészé volt, nevetnek Arthur Krinks, én nem tudom ki ő, de egy híres filmszínész volt akkoriban, ő járt ezzel az autóval. Ez lett volna a múzeum, remélem mindenki élvezte, én nagyon tulajben volt, majd megmutatjuk a videóban. Remélem tetszett nektek is ez a videó, ha igen, dobjatok egy like-ot, írjátok le a véleményeteket, maradjatok velünk, jönnek még ilyen videók, innen köszönjünk el, Neumarktól, maradjatok velünk, like a vlog, sziasztok!